Üdv újra, itt én Szabó Viktor vagyok, és képzeljétek el, felkerült az egyik videóm a YouTube felkapott listájára, úgyhogy ma ezt fogjuk kivesézni, hogy mit okozott, és valószínű megfejtjük, hogy miért került fel a felkapott listára, de először is vegyük végig azt, hogy mi is az a YouTube felkapott lista. Nos, a YouTube szerint a legfelkapottabb, legtrendibb videók, amik hirtelen nagy nézettséget kapnak, felkerülnek erre a listára, és ennek négy fajtája van: a sima összesített felkapott, a zene, a filmek és a játékok. Na már most, én a játékok kategóriába kerültem fel, amit nem értek, mivel szórakozás címszó alatt van bejegyezve a videóm, tehát hogy az a kategóriája, mégis a játékok közt voltam a 31-dik, majd lejjebb is csúsztam egy picit. Érdekesség, hogy a YouTube nem értesít erről. Régen kaptál ilyen kis értesítés, hogy felkapottba vagy, most már nincs se mobil értesítés, se semmi. A YouTube stúdióban se ír semmit, hogy ez a videó a felkapottba volt, és abszolút semmi ilyesmi nincs, úgyhogy lehet, hogy kiposztolod a videót, eltelik egy hét, nem nézel rá, és amúgy a felkapottba kerül, de te erről nem fogsz tudni semmit. Úgyhogy érdekes, hogy nem értesít. Na nézzük meg a videó statisztikáit. Előre szólok, hogy nem lesz olyan nagy megfejtés a videóban. Nem fogjuk most a világot megfejteni. De egy-két érdekességet azért hoztam, amiből ti is tudtok tanulni, vagy esetleg olyan dolgok, amiket már tudtunk, de ez megerősítette őket. Úgyhogy nézzük, 59 000 megtekintés, 2000 nézési idő és 293 feliratkozó. Ez egy 3 perces rövidke videó. Össze fogjuk hasonlítani ezzel, ami 10 perces, 58 000 megtekintés, 4 000 megtekintett óra, és 693 feliratkozó. Ami sokkal, de sokkal több, mégis ez a videó nem került felkapottba. Igaz, hogy ez szépen lassan növekedett. Kb. 8-10 nap volt, 8-10 nap alatt lett meg a nézettség nagy része, és utána még jó sok, egy év is 60-70 nap volt, amíg ugye elérte ezt a számot. Ha visszamegyünk ide, akkor itt viszont azt láthatjuk, hogy itt már az első nap 26 000 volt, és 7 nap alatt, tehát 1 hét alatt érte el ezt a számot. Szóval sokkal durvábban teljesített ez a videó, tényleg felkapott lett. Szó szerint, szóval. Ha megyünk tovább, itt egy hatalmas leírást találunk arról, hogy mi alapján nézték meg a videónkat. Nyilván ez tök jó. Egyébként 10-szer jobban ment ez a videó, mint a csatornámon bármi. Vannak itt érdekes statisztikák, de az egyik azt hiszem csak telón van meg. Szóval lehet elkeserítő lesz. Ugye mindenki nagy álma mindenkinek, hogy majd bekerül a felkapott listára, és az milyen jó. Zenészekként is, youtuberekként is mindenki, hát nem mindenki, de sok ember ugye erről álmodozik. És szoktam sok zenésszel együtt dolgozni, indexképet csinálok nekik, tanácsadást adok, hirdetek, stb. És mindig az egy ilyen cél, hogy kerüljön be a felkapott listára. De ugye ennek nincs meg a receptje, szóval a YouTube sem mond el semmit. Nem tudod, hogy hány feliratkozó kell hozzá, nem tudod, hogy kell-e egyáltalán. Van-e ilyen limit? Mennyi megtekintés kell? A csatornához képest mennyi megtekintés kell? Mennyi időn belül kell ezeknek jönnie? Szóval nem tudod, és ez erről készítettem is egy videót korábban, hogy misztikum ez a felkapott lista. Hogyan kerülhetsz fel a YouTube felkapott listára? Nos, a YouTube-nak van erről egy leírása, ami valljuk be őszintén nem sokat árul el erről az egészről. Az egész felkapott listát misztikum övezi, csak találgatni tudunk és kísérletezni, hogy mi az, ami oda juttat minket. Ami biztos, amit már sok embernél teszteltünk, hogy amikor hirdetsz egy videót, akkor is van esélyed a felkapott listára kerülni. Volt egy olyan tévhit régebben, hogyha hirdetés van a videódon, akkor alapból nem kerülhetsz a felkapott listára. Nos, ezt mi cáfoltuk. Több olyan videót is hirdettem már más embereknek, amik végül a felkapott listán végezték. Na és itt az eredmény. Szóval, hogy azt gondolná az ember, hogy sokan nézegetik ezt a listát, és onnan csemegéznek és nézegetnek videókat, és ezért fontos oda felkerülni. De ezt morítok mindenkit, nem. A felkapott lista egy ilyen hiúsági metrika, én azt tudnám mondani, így egy videó alapján. Szóval nyilván most fogok mondani nagyon nagy dolgokat, de csak egy videóm kerül be, lehet, hogy más videók máshogy teljesítenek, úgyhogy vegyétek ezt figyelembe, amikor most mondom a kis véleményeimet, hogy egy videó, amit most kielemzünk. És itt van, hogy felkapott per felfedezés 17 megtekintés. 17 ember jött a
felkapott listáról, és nézte meg a videót. És látjátok is itt a nagy monitoron, hogy a YouTube ajánlásai, kezdőlap és következő videók, ez volt a lelke a felkapott listára kerülő videónak, szóval innen jött a forgalom nagy része, és a legtöbb videómnál egyébként ez hasonlóan van. De mindjárt megnézzünk még valamit. Nos, átlagos megtekintési időtartam 2 perc, viszont 58% a megtekintési átlag százalék. A másik videón, ami lassan futott fel, 4 perc, és 43%, szóval egy kicsit rosszabb. De ugyebár azt figyelembe kell venni, hogy ez egy hosszabb videó is sokkal. Szóval egy 3-szor olyan hosszú. Amit még érdemes megnéznünk, az a megjelenítési szám, szóval, hogy 503 000-szer jelent meg a videó, és 8,7 az átkattintási arány a MrBeast-es videónál, tehát ami felkapottra került, itt pedig 570 000 és 7,6, szóval sokkal rosszabb. Viszont van még egy érdekes dolog, és nemrég pont voltam egy meetingen a Benszülött Bálnával beszélgettünk bizonyos dolgokról, és ott felmerült a komment. Ugye vannak ezek az algoritmus támogató kommentek, és úgy gondoltuk eddig, vagy úgy tudtuk, hogy minél több a komment, annál inkább nyomja a YouTube a tartalmat. És ez valahol egyébként lehet, hogy valamennyire számít, hogy kialakulnak-e párbeszédek, meg stb. De például el tudom nektek azt mondani, hogy a hangszerplázás videó alatt, ahol nyereményjáték volt, több mint 1000 komment jött, és az olyan 6000 megtekintés környékén megállt. Mert nyilván a videót azt nem nézte végig mindenki, aki nevezett a nyereményjátékra, ez természetesen ilyenkor várható. Itt viszont kevés komment jött, szóval, hogyha rákeresek YouTube-on saját kis csatornámra, és megnézem ezt a két videót, akkor a MrBeast-esnél van 176 komment, a híres magyar videósnál pedig majdnem 300, szóval dupla annyi komment, és mégis a MrBeast-es került a felkapottba. Szóval nem biztos, hogy a kommentek annyira fontosak, mint amennyire azt gondoltuk. De mondom, ez csak egy videó, szóval ja, lehet, hogy ez amúgy a nagy számokban máshogy jön ki, de most ennél a videónál nekem ez a megállapításom, és egyébként van olyan shorts videóm, amit megnéztek több 10 000-en, és van 5-6 komment. Szóval, hogy nem mindig számít ez annyira. Nyilván olyan szempontból amúgy egy tök fontos dolog, hogy visszajeleznek az emberek, meg én nagyon szeretem olvasgatni a kommenteket, a véleményeiteket, meg csomó témajavaslatotok van, szóval ezúton is köszi. És menjünk tovább, talán az egyik legérdekesebb dologra, ami a felkapottságot fogja megmutatni nagyon durván. Szóval itt van ez a két videó összehasonlítva. A kék a MrBeast-es videó, ami felkapottba került, a másik pedig a híres magyar videósok, akiket nem ismersz videó. 0. napnál járunk, már az első 4 órában 16 000 a MrBeast-es, a másik pedig 3 000, szóval lassan indult be, és jól látni, hogy egy napnál, hát igen, egy napnál, 2 napnál tartott ott a MrBeast-es videó 33 000-re, mint ahol, hát jó, 40 000, akkor menjünk, nézzük meg. 40 000, igen, majdnem 2 nap és 22 óránál tartott 40 000-nél, míg a másik videó pedig 7 nap alatt ért el ezt a számot. Szóval, ja, ez a videó hirtelen megindult, és felkapott lett. Szóval, hogy tényleg nincs nagy megfejtés ebben az egészben. Szóval nem tudod azt mondani, hogy már pedig a számok kiemelkedőbbek, több komment jött, vagy több like, vagy ilyesmi. Nyilván jó volt a content, és megnézték az emberek. Nyilván segített az is, hogy rövid volt maga a videó, tehát végig tudták nézni, illetve az is segített, hogy elég erősen volt csomagolva a videó, és ezt többen meg is szóltátok, hogy micsoda clickbait, de hát nyilván ezután kijött egyébként a clickbaites videóm, ahol erre nem reagáltam, mert azt már korábban vettem fel, de most itt tudok rá reagálni, hogy nyilván szépen be kell csomagolni egy videót, és itt az egész gondolatmenet, mert ugye volt, aki megszólta azt is, hogy csak a végén foglalkozok a MrBeast-es témával. És az egész gondolatmenet erre épült. Tehát volt egy téma, hogy majd jönnek a lefordított, leszinkronizált csatornák, és mindenki azt fogja inni, hogy magyarok, és erre épül az egész videó. Már az első példa is erre épül, a MrBeast-es is erre épül, és nyilván megelőztem egy picit
picit azt, hogyha majd bejön Mr. Beast-nél is a magyar szinkron, akkor ez a videó újra fel fog kapódni, idézőjelesen, mert akkor rá fognak erre keresni. Szóval tök érdekes kis kísérlet volt, és menjünk még bele valamibe. Mondtam, hogy lesznek olyan dolgok, amiket már tudtunk, vagy sejtettünk, de most ez megerősít minket ebben. Ugye van az a dolog, hogy SEO-zhatod a videóid. Na már most, a SEO, az volt már róla egyébként sok videóm, de egyre kevesebbet foglalkoztam vele így az évek során, ahogy ment előre a YouTube csatorna, egyre kevésbé éreztem fontosnak. Ugye régen volt az, hogy írj a leírás első pár sorába a videóról, előadók csinálták, hogy berakták a dalcímet, az előadó nevét, stb. Mai napig csinálják a youtuberek azt, hogy jön egy videójuk, és ott van a címben, hogy mit tudom én mondjuk, Bélának hívják a youtubert, és akkor ott van a cím végén, hogy Béla. Nem. Ez már rég nem számít. Az egész nem számít. És a SEO is, én azt szoktam most már tanácsadásokon mondani, egyébként itt a helye, hogy elmondjam, hogy a youtubetippek.hu oldalon tudtok tanácsadásra időpontot foglalni, de off topic. Szóval, el szoktam mondani mindig ott, hogy a SEO-t azt nem az embereknek csinálod. A SEO-t azt a robotoknak, az algoritmusnak, a Google-nek csinálod, hogy nagyjából képbe legyen, hogy miről szól a videó. Szóval az, hogyha te tegeket írsz a videó alá, az a YouTube-nak szól. És nyilván vannak kereső kifejezések még, meg stb. De egy viral videónál nem attól lesz viral valami, hogy rákeresnek sokan. Nyilván az is benne van, szóval például egy Temunál, ott nyilván sokan keresnek rá, de itt például a MrBeast-esnél nem láttátok is a forgalom alapján, az emberek nem beírták, hogy MrBeast magyar, hanem feldobta nekik a feed, és rámentek. Szóval, hogy tök más egy SEO-zott videó, vagy egy ilyen SEO-ra épülő videó, és a viral videó, vagy az ilyen örökzöld, vagy lehetne ezt még máshogy is fogalmazgatni. A lényeg, látjátok, hogy nincs leírás. A standard leíráson van. Ha lejjebb megyünk, azt is látjátok, azt is szokták mondani egyébként, hogy nagyon fontos, hogy lejátszási listában legyenek a videók. Nyilván csoportosítás szempontjából fontos. Itt nincs lejátszási listában a videó. Szóval nem is tudom egyébként, miért felejtettem ezt el. Ha megyünk még lejjebb, akkor látni fogtok egy olyat, hogy összesen 4 darab tegem van. Mr. Beast, magyar, youtuber, videós. Ennyi. Nem kell több. Nem kell beírni, hogy most éppen a Magyar Péter a trending, akkor beírom, hogy Magyar Péter, mert nem tudod már átverni ezzel a YouTube-ot szerintem. És amúgy is, hogyha valaki a Magyar Péterre keres, és feldobja neki, hogy Mr. Beast magyar, akkor nem fog rá kattintani, mert nem erre keresett rá. Szóval lényegében látjátok, hogy alig van SEO-zgatva ez a videó, ha lejjebb megyünk, mennyi tag. Szórakozás a kategória, ami szintén vicces egyébként, hogy a játékok felkapottjába volt, szóval igazából ennyi. A tartalom, a csomagolás viszi az egész YouTube-ot. Szóval ez lehet a tanulság, hogy vannak ilyen kis apróságok. Egyébként még valami, ami így eszembe jutott, hogy azt szokták mondani ugye, hogy számít, mikor jön ki a videó, hétvégén többen vannak, stb. Ez egy szerdai nap ment ki. Szerda este. És mégis felkapottba került. Szóval, hogy van egy csomó ilyen kis apróság, amivel nagyon sokat foglalkozunk, nagyon sokat szüttyögünk rajta, és próbáljuk szanaszét optimalizálni a csatornánkat, meg a videóinkat, de a nap végén az fog számítani, hogy jó-e a videód, és jól csomagoltad-e be. Ha ez a kettő nincs meg, és nem nézik meg az emberek, nem kattintanak rá, akkor csinálhatsz te bármit, írhatsz akármilyen jó SEO szöveget, nem fog működni. Szóval ez a felkapottba kerülés így megmutatta, hogy annyira sok értelme nincs, legalábbis így ez alapján, a videó alapján leszűrve a tanulságokat. Ez egy ilyen jól néz ki, neked is egy jó visszajelzés, hogy sokan hirtelen érdeklődtek a videó iránt, de jó, de úgy nem ad hozzá semmit. Szóval nem hozott rengeteg megtekintést, meg rohadt sok pénzt, szóval nézzetek majd így a felkapottra, hogy azért nem biztos, hogy ez a annyira durva dolog. Nyilván mondom, egy jó visszajelzés, meg lehet vele villogni, hogy itt vagyok a felkapottban, és milyen menő vagyok, de nem ad annyit, mint amennyit talán az emberek gondolnak erről. Hogyha valaki oda kerül, akkor milyen nagy hype-ot kap utána, mert nem biztos. Sőt, ez alapján, a videó alapján nem nagyon. Úgyhogy, ja, lényegében ennyi. Nem volt ez egy ilyen nagy mély elemzés, és nem is terveztem annak. Szimplán csak egy ilyen gondolatébresztőnek és egy ilyen megerősítésnek, hogy mi az igazi lényeg most jelen pillanatban a YouTube-on, mi a leg
erősebb mutató, amire figyelned kell, mondom. Csak magamat tudom ismételni, a csomagolás és a videó, ami benne van. Úgyhogy, ja, bármi kérdésetek van, nyugodtan jöhet a komment szekcióba. Én Szabó Viktor vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk hamarosan egy következő videóban. Ciao, ciao!